Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Jó reggelt! Bár inkább délelőtt, mert 10 óra elmúlt. Melóba indulok, megyek. 2,7K van megint. Hát nyaktól bokáig feketébe öltöztem. Taposó pedállal. Nem kockáztatok most az SPD-vel. Vannak a taposónál egyelőre. Főleg ezen a bringán. Bár most pont vicces, mert épp mondani akartam, mert épp érzem azt, hogy hiányzik a húzás. De ugyanakkor meg a taposás hiányzott a másikból, úgyhogy ez ilyen fele-fele. És ha nem duplázódik, vagy nem adódik hozzá akkor a különbség, akkor inkább maradok a taposónál. Bár mondom, jelenleg olyan furcsa, hogy nem fogja a lába, mert legutoljára úgy bicikliztem. Kivéve tegnap, de akkor a bakancs volt rajta, hogy nem is számítottam rá. Most viszont a Norsvég cipőn van rajtam, stoppi nélkül. Kajafuti napon, osz ennyi. Hideg van egy picit, de annyira nincs, hogy nagyon hosszúval öltözzek. Két réteg, egy hosszú, meg egy rövid van rajtam. 22 nadrág, egy termó és egy egyszerű vászon, fekete oldalon zsebes gatyú. Ilyen félig farmer anyag, mondhatni stretch, nem túl elegáns, de legalább keskeny. Most jön ez mindjárt. Na majd talibent, jó? Szia Béla úr! Most láthatja mindenki, hogy tankolod az e-bike-odat. Így kell tankolni eddigként. No, ha nem látom meg a Bélát, el is felejtem, hogy kell egy új nyugta. És ezt itt szokom venni. Melyik normális arc van. No. Megvan a tömb. Imádok idejönni, mert ez az úriember teljesen normális, sőt, segítőkész. És nem tököl. Ami azért sokat számít. Újraindulás van jobb. Volt időm leadni az Aldiban a ruhát, vettem kaját, és semmi nem történt. Még nincs szín. És ilyenkor mindig azt remélem, hogy ezt kimondom, rögtön jön szín. Megnézem, hány báron vagyok, ha már itt a pumpa. Most jutott eszembe, hogy ha már itt van, meg is nézhetem. Megnézem én is a nyomást. Ha már címetlen vagyok. Na, ez pontosabb. Ez. Nagyobb. De minek nagyobb nyomás? Három báron használom, nekem nincs benne belső sem. Ez tube lesz. Nincs is értelme, egyébként beton. Köszi, most vettem nemrég. Fényfibe nem volt? Azért ilyen színű, mert nem szeretem. Nem akartam feketét, de igen. Fényfibe nem volt. Egyszer úgy is begyaláztak itt, én is vettem a hújdósot. Ez ráadásul söpödő. SPD cipő, csak az a baj, hogy nekem még nagyon nem hatékony az SPD, nem érzem jónak. Úgy, nagyon úgy néz ki, hogy inkább gyűjtök magpedre. Az mágneses pedál. Igen? Aha. Ugyanígy bele lehet tenni a küzdbe a helyére a cuccot, egy sima fémlemezt, és akkor két ilyen ritka föld fémmágnes van benne a pedálban. Csak 30 rond. 100 euró. Hát figyelj, de ez is értem, mi nem találták ki, sokkal egyszerűbb, mint csatokat használni, meg ilyen hülye klipszeket. Na ennyibe könnyebb, hogy a fizi mágnes fogja a talpat. És beállítod a megfelelő erősségét, az kész, hogy le tud könnyen szedni. Mármint úgy értem, hogy úgy állítják őkbe. De egyébként úgy van, hogy állítható a magassága, és ha lejjebb engeded, akkor nem tudja annyira oda vonzani, ugye, mert távolabb vagy.
akkor kicsit gyengébb. Tehát itt pár... Nagyon durva volt. Hát az. Ezt kicserélték a pumpát, ez nem olyan, mint a régi. És neked lesz már valami? Na, király. Jó van. Szia! Inkább erre megyek. Nincs kedvem most másik irányba menni. Én optimista vagyok, próbálkozom. Gurulok, megyek mendegére, ez nagy lesz valami. Most ezt tudom csinálni. De csak addig maradok, amíg eszek, meg egy kis mondat erejéig. Hát, ha lesz valami. No, megjött az első cím. Mégpedig 11:26-kor, 2 perccel ezelőtt. Pesti kívül nyugati. Tíz címnek már tudnék örülni. 3-ig. Nagyon. Na. Ezért most senki nem reklamál, mert keresztbe fölállt a járdára. Na itt is vagyok. Sziasztok! Megvan az ételem. Itt álltam az ajtó mögött, nem aggódni. Katona József utcában viszem az első címet, még pedig 4 percen van odaérni. A 25-ben. Pitty! Lemegyek itt. Fura, kezdem úgy érezni, hogy hiányzik az estvéni. Lesz a 25, nagyszerű. Köszönöm. Átadtam. És ez 1028 forintot eredményezett. Megjött a második címem, amire szeretnék elindulni, de nem félek átadom, meg tudod, megvan. Bamba marha deák. Az lesz. A kollégával beszélgettünk itt, hogy a többi kolléga nagy kukorát csinál, és egyedül őt a mai. Teljesen igaza van, hogy és én is mondtam már ezt többször, hogy így nem lehet azért gyerekek. Csinálni kell valami rendet, mert ez így durva. Inkább nem szagolom a buszt. Szia, kutyi! Pont siet a piroshoz. Ami zöld. Kéne sávot váltanom, mert ugye én kanyarodni szeretnék, az meg az a sáv lesz. Legalábbis ez már csak egyenes, az van kiírva. Meg a földön is áthúzták. Kérdés tényleg mindene. Ó, az szépen befordult a kiloson. Nekem nincs 50 000 büntetésre. Sziasztok! Megvan a cím. Szent István körútra kell vinnem. Ezen át akartam szökni, és nem sikerül. Pont lemaradtam. Van már nyitva a deszkapálya. Nagyszerű. Állítólag valamit ültettek. Igazából nem tudom, nem látszik.
gyönyörű volt. Mi van ma? Pedig nincs is hétfő. Szerda van. Egy gyönyörű szerda. No. Ilyen jövök fel az épületbe. Csingringi van. Itt van a lift, itt van újra. Hiányzott nagyon durván. Hogy vagytok? Én bénán és bolondul. Teljesen bolondul, hoppitek is valami. Ez nem én volt. Igen, ez egy sebb. De honnan? Mit kapartam el? Áh! Jó tudni, hogy van. He! Muhahaha! Itt a lift. Itt a lift. Kis passó liftecske. Már megérte félrej. Végre itt van napsütés. Na srácok, megint ugyanaz a helyzet, mint múltkor. Kettő címen volt. Két és fél óra alatt. Most már fél kettő elmúlt, és 10-20 akárhány próbán vagyok. Most mászkálok, nem léptem ki. Maradok belépve. De el kell mennem boltokba még. Ha jönnöm, nem. Azért reménykedem benne. Hát gondoltam volna. Hiperpigmentált volt. Nagyon vacsak volt az ebéd, ezért hazajöttem. Itthon pihengettem, ettem, el voltam. Most megyek a párom elé. Igyezkedünk. Nálam van a zöld tattyó, hát ha megéri esetleg majd tán bejelentkezni. De ami az érdekesség ebben az egészben, hiányzott ma az SPD pedál. Mint a végén kiderült, ahogy jöttem haza, egy éresnek valami nem is tépel. Ez nem így tekertem, ez mi van itt? És aztán rájöttem. Hiányzott, hogy húzok. Pedig csak egy napig használtam. Nem hiszem el komolyan. És aztán egy nap szünet. Nem tudom, hogyan egy nap alatt hiányozni kezdett, hogy húzok. Ugye szép kutya vagy. Lassan fel kell tenni egy lámpát. Meg kell szokni a váltást, az az igazság, mert ez nem olyan, mint a taposó, hogy egyből tudok húzni, meg taposni. Meg kell szokni. De amúgy tetszik én is. Lehet, hogy még nagy volt a pofám, ezt megszokom? Ki tudja. Még az is meg lehet. A bal oldalánon kiakad. Ott sajnos nem olyan jó a csat. Ha nem akarsz be rendesen. A jobb oldal az tökéletes. A bal szerintem túl az a. Jobb volt, hogy beljebb helyeztem. Az volt a gond szerintem, hogy a csatot nagyon közel raktam a cipő belsejéhez, a pedál irányába, úgyhogy nehezebb volt berakni a multi, mint most. Ez ugyanaz a pedál ugyanis, ugyanaz a csat, ugyanaz a cipő. Van a nyomáspont. Még megengedi, hogy átgyere a zöldön, de aranyos. Rossz helyen állt pici. Egy baj van, hogy nem keretes, ezért nehezebben találom meg a középpontot. De amúgy nekem tetszik. Franc egyemet meg fogom szeretni, hogy nem akartam. Ó. Na, lehet, hogy gyorsabb vagyok. Akkor is szokatlan. Még azt mondják a többiek, hogy akivel tegnap is beszéltem, hogy ő ferde lábbal megy, hogy lehajtja a lábfejét. Nekem az úgy baromi kényelmetlen. Én inkább a sarkamat szeretem lenyomni.
Jókora dugó van. Na, este fele van. Megyünk boltba. 6 óra lesz. Itt vagyunk ezen a Zágrábi úton. Nézzétek meg az előttünk lévő bringást. Körülbelül semmi nem látszik belőle a árnyékba, mely csak egy folt. Messziről lehet macska, medve, kutya, bármi, egy kuka is. Ennyit látni. Tehát nincs eszében az, hogy legalább valami villogót fölrakjon. Na, most már jó sötét van. Itt visszaelvicc kélek járna felé. Nem akarok kerülni. Na, egyre jobban szokom meg a söpönyt, sőt, mint mondtam, hiányzott. Most megyek haza. Hát a mai napnak nem sok eredménye volt. Az a baj. Ma is csak egy vlognap van. Nem biztos, hogy ezt leszkedben megszerkeztem. Még nem döntöttem el. Illetve meg kéne mennem Aldiba. Kenyeret nem vettem. Tudtam, hogy valamit átlejtek. Akkor Aldiba kell mennem. Mindenféle ki. Terepeljünk egyet. Köszönöm. Ki egy BMW-s megállt. Mi van ma? Még a végén róluk is kiderül, hogy autóvezető. Nem vandálok. Tisztelet a kivételre nyilván. Na, elköszönök gyorsan. Jók legyetek. Köszi, ha megnéztétek ezt a semmit, ami semmiről nem szól, csak nekem valami bemutatója az élményeknek. Ez is egy vlog. Sima vlog. Ennek nem sok köze volt a futárkodáshoz. Megint csak. Nem baj. Nem mindegy. Jók legyetek, pá.